Szabadkán, itt a Tesla telepen reggel 6 órakor hiába várták az utasok az autóbuszt, az ugyanis nem indult el. A többi járat néhány perces késéssel, de közlekedett. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a hókotrók a megállókra túrták a havat, a buszok pedig így nehezen tudtak közlekedni. Az utakon autók akadtak el, valamint több baleset is történt. A Tesla telepen ez az asszony rosszul szállt le a buszról, eltört a lába. Nyilatkozni nem akart, de az egyik szemtanú elmesélte, mi történt. A csúszós út, még a csúszós busz, a lépcsőin, az a, ami van, az a 2-3 centis valami, és az. Azon megcsúszott és leesett, és mindjárt látszott, hogy nagyon rosszul van, fölemeltük, de nem bírtuk tartani, mert azt mondta, leül a fő, de mert nem bír még állni se. A Subotica Transz utasszállító közvállalatban azt mondják, mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen. Erre hívták fel az utasok és a sofőrök figyelmét is. Kérjük egy kicsit az utasokat több figyelemre, mert sajnos ilyenkor megeshetnek különböző balesetek. A sofőrök is szintén kaptak figyelmeztetést olyan irányba, hogy megállás és az indulásra fokozott figyelmet fejtsenek az ajtók csukásánál is. A közvállalat munkatársai a buszmegállókban is takarították a havat. A műszaki segédigazgató szerint délutánra már helyreállt a közlekedés. Néhány perces késések viszont esetenként előfordulhatnak.